teljesen más egy felkészülési sorozat, illetőleg társ egy bajnoki rajt. Nagyon sok minden összetevője van, pici apró dolgok, például az is, hogy a játékosok mekkora tapasztalata van, milyen tapasztalata rendelkeznek, mennyire sikült a csapat építése, az a játékrendszer, amit tudunk, mennyire tud pontos lenni, és mennyire tud hatékonyan, effektív lenni. Ezeknek tükrében most is egy kicsit szkeptikus vagyok. Én azt gondolom, hogy ha a bajnoki rajtból indulunk ki, nagyon nehéznek ítélem meg a rajtunkat, hiszen amellett, hogy a négy szinte legjobb csapattal játszunk, hát nyilván nem a legjobb, de azért egy Debrecen, egy Ferencváros, egy MTK, egy Vác azért komoly erőmérő számunkra. Nem beszélve arról, hogy ugye hát a rajt az mindig több esélyes, megítélésem szerint. Tehát, hogyha egy jó rajta kézbe tudjuk tartani a mérkőzést, akkor egy nagyon sokat futó Debrecen ellen, amelyik otthon rendkívül hatékonyan játszik, és ezeket a lerohanásokat meg tudjuk állítani, és pontos kézilabdát tudunk játszani. Így gondoltam arra, hogy a felkészülésünkben mennyire fogjuk tudni azokat a kritériumokat majd a támadásban főleg tartani. Akkor egy nagyon jó mérkőzést tudunk játszani, és igen, szerintem akkor egy kiki mérkőzés is lehetséges.